Az iskolákban igen sokat tanulhatnak a fiatalok arról, hogy hogyan zajlottak le az 56-os történések a fővárosban, arról viszont nehezebb információkhoz jutni, hogy helyi szinten az egyes településeken milyen következményekkel járt a történelmi esemény. A kezdeményezés egyik alapvető célja, hogy a makói fiatalok megismerjék a marosmenti város 56-os vonatkozásait. A múzeum dolgozói a vetélkedőre csapatok előzetes jelentkezését várták. 7-8 fős csapatokra szoktuk osztani a diákokat, és a megadott instrukciókat követve kell nekik fényderíteni az 56-os forradalomnak a makói eseményeire. Több helyszínen zajlik maga a vetélkedő, és hogyha egy-egy helyszínen a feladatot megoldották, akkor folyamatosan térnek át a többi helyszínekre, így cserélődnek a csoportok. Az említett pontokon változatos feladatok várták a diákokat. Puzzle-öket rakhattak ki, a forráshasználatot is gyakorolhatták, adott művekből kellett megfelelő és releváns információkat kikeresniük. Az irodalomban járatosabbak egy dalnak és egy versnek a szövegét is megfelelő sorrendbe rakhatták, amelynek ezután a szerzőjét is meg kellett nevezniük. Fritz Zsófia, a József Attila Gimnázium 12. osztályos tanulója, régóta vonzza a történelem, a forradalom makói vonatkozásai is foglalkoztatják. Tanultuk, hogy volt egy gimnazista diák, aki elszavalta a nemzeti dalt, ezért nagy bajba keveredett, elhurcolták. Tanultuk azt is, hogy voltak különböző megtorlások, voltak olyan diákok, akiknek külföldre kellett menekülni, voltak, akiket kizártak az iskolából. Szerinted miért jók ezek a vetélkedők? Hát biztos, hogy segít minket közelebb. Hogy közel tudunk kerülni általuk így a saját városunknak a történelméhez. Az ilyen és ehhez hasonló rendezvények mellett a József Attila Gimnázium 56-tal foglalkozó állandó kiállítása érdekes információkat rejthet még azok számára, akik a jövőben szeretnének kutakodni ebben a témakörben.